Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzzin van, nem található vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV. Na, mi újság van? Megmondom hát őszintén, hogy... De szemét vagy. De... Megjöttél, jól vagy? Hogy vagy? Sehogy? Nézem, messze jöttem, és a Jani már görénykedett. Nem hiszem el. És hogy fogsz görénykedni, drága barátom, amikor bejelentem, hogy igazából... Drága barátom, vezérem, szűröm, majd a karácsonyi bulin, ígyunk meg egy jóféle sörital. Ürítsük egymás egészségére, kérlek, halása. Igen, nagy uram, szűröm, vezérem. Jó, kitől kell elkérdezkedni, ki a rangidős, ki a góri, ki a raj, ki a főnök, ki a vezér? Hova mész? Ott ül. Aha. December 21-én, hát december 21-én, hús. Igen? Tényleg? Sup, hús. Megint mész? Ha. Tibi. De. Hogyha régi színállal lehetne menni, akkor tarararara, semmi karácsonyi szilveszteri haknik, oda. Most oda, mert úgy alakult az élet, hogy december 21-én. Hús. De és ugyanoda, mint mindig? Ugyanoda? Így van, ugyanoda. Megint fotózás? Így van, tinédzser modellek. Egy 3 hetecskét sikerült kiütni itt az év végéből. És akkor belecsapnánk egy picikét a nyárba. Ez az utolsó ebben az évben a Kassa Tibi jelenlétből. Itt. Nem, még jövő héten van egy. Azért. De jövő nem. Kitúlva már nincs, mert akkor retro napunk van. De jövő héten amúgy nem tudok jönni, mert akkor már előre szólízok, hogy meg ne égjen a kis fehér bőröm. Tehát én ott egy ilyen szoli maratonon leszek. Kalkuláld bele, mit? Hogy nincs túl jó idő. Ezt most tök komolyan mondom. Már tavaly is szíttad magad, hogy miért nem mész egy kicsit később. December, január, ott már egy picit ott is eltolódott. Februártól jön a nyár, nem lesz jó idő. Csak mondom, hogy egy ilyen laza 25 fok kicsit borús ég. Számolj vele. 3 éve nem volt decemberben jó idő. Hát amilyen részegén kint vagyok, nekem tök mindegy. Az is igaz, hogy neked az ott mindegy. Hát, reggel úgy ülök fel a robogóra, hogy van benne egy ilyen készenléti tömény. Tehát, hogy ott mikor ráülök, én rögtön meghúzom, én onnantól félvakon jövök, megyek ott szembe a forgalommal, úgyhogy nekem jó lesz. Persze, csak akkor, hogyha elengedtek. Tehát nekem nagyon fontos, hogy jóvá hagyjátok ezt. Ha viccelsz. Na igen, tudtam, Jani. Sőt, Jani teljes támogatására lehet ezt számítani. Mi ha most azt mondjuk, hogy nem, akkor maradsz? Az illúzióban ne rigassál bennünket. Balázs. Akkor maradj. Nem. Na azért mondom, hogy azért a kicsit erős lenne, mi nem menj már. Egyébként nem vagyunk két ünnep között. Január, nem tudom, 6-án, 8-án vagyunk bizony. Először, úgyhogy menjél nyugodtan. És mikor jön vissza? Várj, éreztek a finom kárőrvendés, de hogy annyira most nem talált be, mert hogy mi sem nagyon leszünk itt. Bár mi nem ott leszünk, ahol te, de nekünk majd nem is kell rendbe rakni a bungalót, mert hogy lelakták az albérlőt. Mikor jössz? Január 12, most a tervek szerint, úgyhogy van egy szűk 3 hetecskét sikerült most így kijutni az év végéből. De mondom, csak akartam, hogy tudjátok, hogy hús. Aha. Csop. De lesz Kassa Best Of. Hogyne, hát na, a legjobb pillanatokból. Ne hülyést. De várja. A Sas Józsék előtt vagy után, mert ez azért igen sokat árul. A Defekt Duo előtt lesz, vagy után? A megítélésedből. A TV2 mindig készül szilveszteri műsorra, ugye az RTL nem? A TV2 igen, hogy hol leszel tényleg? A Max Híradó előtt, vagy a Defekt Duo után? Figyelj, egyébként nyilván nem osztam volna szóba, mert soha. A mikroszkop kosár előtt, vagy után? Ádám és Eva, vagy mikor? Vagy közben. Egyébként nyilván nem osztam volna szóba, mert nem szokás, de egyébként egy rendes új show lesz, és 10 órakor én vagyok a TV2-n. Úgyhogy akkor most már, ha megkérdeztétek... 10 óra 5-ig, vagy? Rendesen egy órában jövök. Nem Best Of. Hát, hogyha már megkérdeztétek, akkor elmondom. Az nem hangzik rosszul. De ez a szilveszteri? Szilveszter, akkor 10-kor én vagyok. Ezt nyilván a TV2 sem nagyon kockáztat, mert nem tévézik senki szilveszterkor, tehát azért engedtek át a TV2-re. Állítólag nagyon sokan nézik. De 50 pluszban. Igen? A fiatalok nem. De ezt korábban tervezték, vagy csak a szokásos kapkodás? Srácok, néha lehet velem is örülni, tehát hogy értem, hogy minden poén az én káromra jó, nem, hogy néha örülhetek. Nem, örülök, csak mondom, hogy úgy állítsd össze a menüt, mármint a műsornénőt, hogy a szilveszterkor 50 pluszban tévéznek, 18-49 effektíve nem ült
tévé előtt, tehát mit tudom én, tényleg legyen a műsor címe, mint a Sas. Sas azért is, vagy... Nem, Kasz azért is. De szemetek, hogy... Nem, egyébként jó lesz, irigy-mirigy lesz. Hát az jó. Jön hozzánk kocintani, Mihály Sztorbi, lesz Ördög Nóri is. Jó, tök jó kis műsor lesz, szerintem, de... Az menő, az menő. És hogy a Kárász Robi nem vállalta. Olyan szemetek vagytok. Mert ő nagy gegmen egyébként. Ne, azért meg kitúrta az azurák. Ne legyetek már egy gonoszak. Na, hogy de viszont találtam nektek egy tök jó ajándékot, amiben szerintem meg fogtok vigasztalódni, hogy én elmegyek, mert nektek itt a nagy hidegben viszont találtam egy olyan kesztyűt, amiben tudjátok nyomkodni a telefon. Nézd meg, én nem tudtam, hogy ez van, csecsemőnek minden vicc új. Nézd meg, úgy hívják, hogy kapacitív kesztyű, és a három ujjacskája, a három... Érzékeli. Az érzékelő, tehát jó, a téli mínuszban és tudod nyomkodni a telefonodat, és tudunk akkor csetelni, Jani, akkor végigkink elérsz, tudunk üzengetni, csetelgetni egymással. Addig várjál, amíg Jani nagy csetelő. Tehát igen. A Skype-ot, a Viber-t és a Messenger-t úgy használja, mint más az evőeszköz. Most legyen már az, Jani, hogy bontsunk. Hatalmas vagy Viber-ező a Jani. Na, szakítsunk a hagyományokkal. Naponta háromszor étkezek, és tízszer Viber-ezek. Igen, és háromszor WhatsApp-ot. Hogy legyen már az, hogy... Adjon, erre nagyon. Te basszus, most, hogy mondjátok, a rohadt életben ne csináljátok ezt, a kutyafáját, ne legyetek túlságosan jobban. Én azért nem akarom tönkretenni az ünnepet nem. Balázs számára. Nem fog jól esni a lásni. Az irítség rossz tanácsadó. Jó, de akkor mostantól hívsz, tehát amikor kint leszek, napi három hívás. És te küldözgetsz meg onnan, Kopangáról, igen. Patagónia, hogy hova mész most? Na, Patagónia. Jó. Szóval, hogy onnan küldözgetsz meg képeket, én meg majd a készülő, mit tudom én, a béketér új díszburkolatáról küldök majd neked képeket, az fel fog dobni, mert ilyeneket tudok. Miért küldenél te nekem képeket? Hát, hogy cserélj te képet, te a tengerpartról, ő pedig küld a díszburkolatról. A Viber az lehet egy oldal, én ott arcoskodok, te pedig írod, hogy de jó neked. Tehát csak emeld az én élményemet, ne akard lehúzni. Aha, most viszel valakit fotózni? Sikerült valami félbolondot meggyőzni? Félbolondot? Mi a túró? Sikerült félbolond Miss BKV-t meggyőzni, hogy kint lefotózott Ájföldön? Soha nem volt velem félbolond. Nem párkapcsolatilag, hanem valakit, hogy fotózzol, mert akkor visszajön az útára, te pedig csinálsz három képet a pálmafalat valami Miss BKV-ről. Azért nem félbolondok, mert csak szerintük egy betű különbözteti meg egymástól Dózsa Györgyöt és Rózsa Györgyöt. Nem, hát csak nem akartak tovább tanulni, viszont nagyon jó seggük van. De nem, hogy megy-e veled egy Miss Duna Varsány, és akkor azt valahova elnyomod. Vagy... Esküszöm, hogy nem számítottam vele, hogy ebből lesz kihozzától. Nem a Molnár Andi volt a Miss Duna Varsány? Ja, Andit kedveljük. Nem, én ott nőttem föl gyerekkorom az A magam részéről így megvárom, még ennek vége lesz golyószápornak. De most olyan dolgokat mondasz, mintha nem vittél volna valakit ki egy csomószor fotózni. Hát akkor vajon valaki, hogy azt kérdezzük, hogy viszel egy Miss Duna Varsányt. A félbolond is, igen, és a repülőn törölgetem a nyálat a szája széléről, miközben csorog a vállamra. Legalább nem mozdul be. Így van. Lesz-e nyuszis fotózás? Emellek téged, mert fotózol a nyusziban. Ott lesz veled, tehát Bicske szépe vagy, nem? Balázs, az előző félbolond export témát összefoglalt, hogy emellek téged. Jó, csak mondom, amikor neked még nem volt párod, igen. És ezt elmondhatjuk, igen. És kivittél valami félbolondot. Ne vigyek már félbolondot. És egy hét után hazaküldted a lányt, hogy inkább így kiviszel van. Egy másikat, mert rájöttél egy hét után vele, hogy annyira unatkozol, nem. Hogy megőrülsz, Balázs, fölültetted Balázs, a nyomorultat persze. Egy repülőre, Balázs. És elvittél egy másik lányt. Amikor arról... annyira elhasználtad, hogy számlával se vették vissza. Balázs, arról én nem tehetek, az valóban egy csalódás volt, amikor megpróbált lezvanyozni egy állólámpánál. De erről én nem tehetek. Van jó alapja, hogy milyeneket kérdezünk, hogy lesz-e kint fotózás meg azért. Meg hogy... azt Tibi, nézd, napfürdő. Az nem fél bolond volt, csak édesen naív. Igen. Figyeljetek, csak azt érzem, hogy ez jó, ha mész, persze, abszolút. Igen. Így van, és mielőtt ezt a fél bolond dolgot tovább mélyítenénk, jöjjön az, ami ma reggel böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kasza Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kasza Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kasza Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Jó, ezt a félbolond dolgot még nem tudtam kiheverni itt a szignál alatt, tehát hogy... Hát van, Miss Taksony, vagy lesz. De Miss Taksony se félbolond, attól, hogy ő Miss Taksony. Attól nem. És az ipadon tapolt, hallja? Hallja?
Na, miből ki a csőrömet? Ó, Istenem. Ebben most Ferire egy picit számítok, mert neked van egy ilyen állandó harcod a pisoárnál, igaz? Igen, nekem nehezen jön. Hát ezt el megbeszéltük valamelyik reggel. Rá kell nyomni? Nekem van egy ilyen pisi félelmem. Igen, pisi vagy. A pisi, nem én vagyok pisi, így odaállnak mások, és nézik a pisit. Ezt akarom tovább vinni, mert most megint egyre többet látom, egy időben, hogy elül, de most megint egyre gyakrabban látom azt, hogy odaállsz, és én nem azt, hogy átnéznek, át is néznek, de csak utána, tudod, miután meglátják mekkora, akkor nálam, hogy elhüledeznek, elszégyelli magát, ők sírva kikullog. De hogy beállsz ott, vagy végzed a dolgodat, megjelenik, nem tudom, 40-45 éves nénike, vagy esetenként idősebb mamika, és hát neki ott dolga van, és bocsánat, és szépen kitakarítja úgy a budit, hogy te egyébként ott a dolgodat végzed. És én akkor mindig belegondolok, hogy milyen marha nagy botrány lenne egyébként, hogyha ezt fordítva megcsinálnád, hogy átmennél ott a bocsánat, és akkor takarítgatnál a női vécébe. Tehát hogy nekünk, tehát hogy ez, én nem vagyok egy különösebben szégyellő, sem azt gondolom, hogy az én testem olyan, hogy azt mindenkinek látni kell. Tehát én azt gondolom, így hogy... Van, okulásképe. Igen. Hogy ez egy olyan élmény, amit nem sajátíthatok ki, csak azért, mert egyszerűen ennyire szép. A lábad között egy zokniba dobott vasgolyó van. Hát dehogy is vasgolyó, az egy bowling golyó. Egy zokniba dobott bowling golyó. Csak egy ujjas. Egy gigantikus heresért. Nem, de hát, hogy ott állsz, érted, ott a döbbenetes lőcs, az őrületes anakonda, és ekközben Mari néni megérkezik, most még pont Mari néni anyám nevét mondta. De Mari néni, de rá nem néz legyen rá. Bösi. Nem néz rá. Miért ne nézd el? Jogos a felvetés, mert ha egy pasi takarító megy be a női vécébe, ott táskával agyonverik és kiüldözik. Az pedig ő is csak takarítani megy. Ezeken a Mari néniken egyébként észreveszem, hogy nem nagyon néznek. Tehát ők valójában takarítanak, nyilván hozzá is szoktak már, de érdekes a felvetés, hogy férfi nem mehet be a női mosdóba takarítani, mert ott megölik. Elment melletted Mari néni, és azt mondta, hogy hát fiatal ember, csúnyán megduzzadt, én kinyomnám. Ez valami anapilaxiás sok lehet, esetleg darás csíp, de aztán kamillás intő porrág ezzel, nem valami zsírossal, mert... Jani! Nem hiszem, figyelj Jani, most egyszer komolyan mondom, most ha vége lesz a megszólalásnak, kimegyünk a WC-be és megmutatom. Mérjük össze. Jó, de lépjünk ezen túl. Lépjünk ezen túl, hogy mehet be női ember takarítani, ugye? Így vagy van, nő takarítani a férfiakhoz. Engem frusztrál. A férfi sokkal inkább bemehet a nőibe, hiszen a nőiben nincs piszoár. Becsukott ajtók mögött pisillek a nők. Így van. Tehát akkor a férfi is hadd menjen be. De. Mert egy férfi takarító mit lát? Maximum egy kézmosást, ugye? Igen, mert ott zárt ajtó mögött van. Igen, egy nőnek azért intimebb ott leülni, ha esetleg valaki megláthatja, mint hogy te odaállsz, és nem nagyon látsz semmit, nem? Tehát a nőnek ez egy intimebb dolog valahogy. De nekünk azért allergiásabbak arra, ha bemegy valaki, de nem? De nekünk is az. Én kövezzetek meg érte, én nagyon bírom ezt a mentalitást. Na jó, de engem ez egyáltalán jó. Megszólalt a pervers. Mindegy alapon történő. Bejövök és feltakarítok, és már semmi nem érdekel, semmi nem hozza varba, mert láttam én már eleget, olyat is, meg a Kassa Tibiét is, aki olyan, mintha egy lábtörlő lenne előtte, mert akkor lesz előbőre. Hogy tök mindegy. Jöjjön be a néni, nekem ez hozzátartozik a nyilvános vécéhez. Azért nem zavar, mert látom, hogy nem azért jön. Tehát van az, akit odáll mellét pasiként, és tényleg kukkol, átnéz a piszuárba, de ezek az idős, aranyos, kedves kis vécés nénik, akik egyébként tök helyesek és tök aranyosak, iszonyú valahogy úgy végzik a dolgukat, hogy tudod mellette csinálni, mert látod, hogy egyébként nem azért jön, hogy kukkoljon. Tehát nincs egy ilyen kicsit oda néz, titokban leselkedik, mert már látod 600 ezer. De nem a leselkedés, srácok, a múltkor ben voltam szintén valami plázának a nyilvános vécében, és ott konkrétan kettő nő ott halál normálisan kóricált, miközben 6 pali ott hat pali ott slagol, érted? De nem, csak annyira bizarr nekem, tehát hogy én... Hát meg annyit mesélsz másfél mű ember füle halatára a méreteidről, hogy hát kíváncsiak voltak. Fülnek csekkolni, igen. Hogy gondolom, a végén összemérhetjük. Senki? Tehát hogy mindenkinek tök oké, hogy ott közben ott bókláztak, és ezért, tehát hogy miközben ott állsz csőre töltve. Há, nem oké, de nagy nem baj oké. Nincs belőle. Aha. Nem, hát nagy értem, nincs hogy belőle, csak engem egy pit, nem. Volt már olyan, hogy bejöttem én takarítani, te pont bisiltél és eltetted? Nem, hát azért ilyen nincs. És azt nem is álltam. Olyan volt, hogy eltettem, de nem akartam abba hagyni, mert akkor csinál. Ne vigyük ezt tovább. Jó. Adható. Ez adható. Engem annyira nem zavar, de nem hazamenős ítélet szerintem. Ez egy jogos dolog lehet. Döntsd el te, ha te lelked rajta, akkor mostantól téged stílőjenek. Jó, nem tudom. Kettes szintű csörgökés. Elfogadom. Ezért bármit, mi? Figyelj, megadtuk. Erről azért még viberezzünk majd. Csak hogy 10 után ne hívogass minket. Ez a duma nagyon jó. Nem is igaz, egyébként nem hívogattalak. Ebben kettes volt.
Jó, elfogadom. Van benne valami. Van benne morális fenntartás, de elfogadható a dolog. Ettől függetlenül erről mindenképpen beszélni kell, még akkor is, hogyha az a látvány, amit ott látnak, az közkincs. Tehát az tényleg olyan dolog, amiről kár lenne lemaradni. A téma, amit hoztam nektek, mert hogy felvetődhet benned a kérdés, Balázs, hogy... Hát kicsit egyébként meg is lepődtem, nézem, hogy hallgatom, hogy Tájföld, meg WC-s néni, hogy fél tíz múlva egy perc, hogy már nincs témád. De van! Egyre több a céges buli most így az ünnepek alatt. És telefonszámod? 0-30. Mi a görénybogyót reggeliztél, vagy mi van? Nem, hát csak... Vagy most érted? Mit kompenzálsz? Ritkán iszok teát, és nem tudom, mi van benne. Hozok neked egy magas talpú cipőt, csak ne kompenzálj, üljél már rá egy telefonkönyvre, ne kompenzálj ennyire. De még céges buli, céges szellemesebb vagy. Céges bulikon azért ott vagy. Én látom, céges bulik, nagy király, falunapok, céges bulik, nem terhetnek el nélkülem. Tehát, hogy, és picit elgondolkodtam rajta. Jó estét, bát a cég! Micsoda? Jó estét, bát a cég! Semmi engedel, igen. Ja, fogalmam nincs, hogy miért volt olyan. Na, hogy megérkeztem egy céges buliba, kijön a főnök, nem tudta, hogy én már ott vagyok. És már mindenki ilyen matrészek, tehát hogy konkrétan én mellettem három ember esett el úgy egyébként, hogy a mentő vitte el, ámellettem a főnök, a bátyám jött fel a kocsival. A főnök nem látta, hogy én nem a kocsiba ülök, és elkiáltam, engedjétek be a faszatipit! És ránéztem, ő is rám, akkor nyugtáztuk, hogy hát igen, engedjétek be a faszatipit! És ott, tehát mikor megérkezel, már tudod, hogy mire számíthatsz. A fellépés alatt négyen akartak így oda támolyogni, hogy tudod, vette ki a kezemből a mikrofont, ez zágolás, Porsche szerelem, tudod, hogy ment oda karaokezni, mert látod egy mikrofont. És egy picit a céges bulik világát egy kicsit monitorozzuk, hogy ilyenkor mit szabad, mit nem szabad, másnap mennyire rohadt kellemetlen, amikor nagyon őszintére iszod magad. A főnöknek nagyon elmondott, hogy egy mekkora gyökér, a két titkárnőreből mind a kettőre megpróbálsz rámozdulni matrészegen a függöny mögött. Tehát, hogy ebben azért van rizikó, nem? Feri. Ebben azért van rizikó, nem Feri? Pont így van. Ahogy mondtad, és a másnap a kellemetlen. Amikor ezt a másnap a kellemetlen. Én már mondtam föl céges bulin. Mondtál föl? Fel, ezt ittasam. És azt mondták, hogy föl, oda mentél, fölmondta, hogy nem csináltam. Oké, Feri. Köszi szépen. És másnap kellemetlen rendben, volt bemenni, hogy mégis, mi is így gondoltuk, Feri. Mégis maradnék. Igen. Tegye fel a kezét, aki nem úgy gondolja, hogy én. Leütve. De megbeszéltük, hogy jöttök velem. Nem szépen, a céges bulikon is lehet kategorizálni az ott megjelenő embereket. Tehát van tényleg, aki a főnöknek beolvas, van a szende típus, aki soha senkihez nem szól, de a céges bulin. Jön egy céges buli, és azt látod, hogy a legvisszafogottabb, legnyugodtabb, legcsendesebb csaj fejen pörög a tánctéren, erotikusan táncol, és rettenetesen búg, ez megvan? És nem nézett ki belőle 360 napig, hogy ő egyáltalán kommunikálni és képes. Lefegyel a bólistába. És a céges buli jössz rá, hogy ebben a nőben ez is benne van. Van a főnöknek beolvasós, agresszív, igen. Van a kolléganőre rámenős, tehát sok típus van. Van egy csomó dolog, amit összegyűjtöttek, hogy mi az, hogy ne csináljunk céges buliban egyébként, csak ez alapján tudunk menni tematizálva egy picikét. Ne mondjunk beszédet először is. Tehát amikor nagyon őszintén iszod magad, akkor drága barátom, nagyon szeretném nektek megköszönni. A múlt évfeltem, hogy együtt dolgozunk, a csúcsra értünk. Én beszédmondósak vagytok? Nincsen mellettek, soha nem volt olyan, hogy megérkezik a morning show, és akkor ilyen pátososan ott... Nem, én gyűlölem. Kikapod a kezéből a mikrofont, nem. És te is egy kicsikét értékeled a morning show előző évét? Hát nem, ahányszor mi voltunk ilyen rendezvényen, együtt voltunk és beszédet mondtunk, ott mindig az lett a vége, hogy el akarták tőlünk venni a mikrofon. Igen, mi nem ezt úgy intézzük, hogy sokakat megbántunk. Igen, nem, mi nem mondom, nem, egyikünk se ez a típus szerintem. De bírjátok? Hát ez főnök. A jó évértékelő beszédeket amúgy bírjátok? A rövidet. Igen, szerintem az még a céges bulinak az eleje. Ott még kicsit mindenki szorong, nézi, hogy ki hogyan fölöltözve, még senki nem részeg igazán, a főnök is gyorsan le akarja tudni, és utána a karaoke tombol a környékén kezdesz kiengedni és igazán berúgni. A beszédmondás az még az eleje a bulinak, nem? Kisfeszült, zavar, szorongsz, nem ittál még eleget. Ott még mindenki toporog. Az a céges bulik eleje. Jani számára kiderül, hogy nincsen vegatál, tehát ott szorongott az összes ilyen kolbászos, meg nem tudom, milyen melegen tartok, és akkor esik lenni, hogy nincs. Árpi egyébként rövidre igen, fogja, és az igen. Jó. Tehát, hogy ezeknek a beszédeknek a lényeg, hogy rövid legyen, mert senki nem érdekel. Tehát ott már csajozni akarsz, pasizni akarsz, igen, berúgni, nem pislogsz, így kellem, így jobbra meg balra, és így nem érzem magad, érek kellemet, hogy nem értesz az egészből semmit. Hát meg ha rossz éve volt a cégnek, úgy is tudod, ha jó, azt is tudod, a lényeg, kapsz-e jutalmat, nem kapsz jutalmat, mi van a cégnél, aztán így van. Induljon a buli. Tehát a céges beszédek lényege értelmetlen. Lesz minyon, vagy nem lesz minyon.
Fontos. A következő pont. Ne higgyünk benne, hogy a bársony függöny mögé nem lehet belátni. Ez már a pasizált csajozás téma, amit te mondasz. Tehát, hogy ilyenkor egy-egy ilyen alkalmi megalakulás, ez szerintem rohadtul benne van. Az a baj, hogy jön a hétfő. Kit érdekel? Szerintem nem ott, szerintem nagyon Carpe Diem. Tehát ott azért valamilyen ilyen back-office-os valami kolléginát, ott ilyen fél matrészegen ott be, hát legnagyobb skala. Érdemes megnézni a félrelépések hány százaléka történik céges bulin, de szerintem jelentős. Biztos. Jelentős biztos. Százaléka lép félre. Ugye alkalom van, buli van, berúgsz, egyébként nem nagyon jársz el, családos vagy, otthon vagy, nincs kedved menni. Kiereszted a gőzt, ott vannak a kollégák, berúgsz, felbátorodsz, félrelépsz. De ez a házi nyúlra nem lövünk kitétel. Szerintem. Most gondold egy olyan céges buli, ahol mondjuk két napra elutaztok. És van egy ilyen csapatépítő, vagy egy ilyen igazi karácsonyi buli, egy éjszaka ott alvós, másnap hazamenős. Szerintem... Tökéletesen. Mi mit tudott ez a back office-os kolléganő, akiről beszéltél? Hát azt nem tudom, de olyan torka volt. Figyelj, hát az képest a Marianna árok egy felületes mélyedés volt. Figyelj, de ezt egyszer adjuk, nem? Egy ilyen bársonyfüggöny mögött egy összecsavarodni egy kolléginával, akit két éve kerülget, és nagyon decens koktélruhába, vagy nem tudom, kisestébe mozog. Hát ha az ember egyedül álló, akkor igen. Igen. Persze. Egy félszeg mosoly a könyvelésről. Könyvelés, ott csodát mutatnak, de ott se gondolnád, hogy mi van a könyvelésen. Igen, nézd a kis Marikát, hogy táncol a könyvelésről, igen. Azok nagy meglepetések. Tírják itt, hogy ne hányjunk a virágcserébe, ezt nehéz azért tartani. Tehát, hogy igen, tehát amikor ez a nagyon matul lerészegetsz, akkor megköszönöd azért, hogyha haza küldenek. Én láttam most ezen a bulin, amin voltam, konkrétan olyan csávot, aki a főnök előtt térdelt, és magyarázta neki, hogy te vagy a legjobb főnök. És térdelt előtte, még azt próbál táncolni. Tehát ilyenkor megköszönöd, szerintem... hogyha ha haza kísérnek, vagy hagyod, hogy akkor nem, hát imádj, ha valaki beültet egy taxiba, az hálás azért. De hogy pasiknál se néz ki jól, de szerintem ez igazán nőknél tud nagyon rosszul kinézni. Nem? Ahogy a fikusz töleli. Szóval, hogyha nőnél látod azt, amikor már maga tehetetlenül pocsolja részegen, elmázolt sminkkel, félig legombolt blúzzal, tudod, kilépve a magas sarkuból, tántorog, az annyira kiábrándító. Egy palinális. Az arcán a kaszinó tojás. Egy palinális, igen. Arccal a bólistán. És nem, mintha egy nőnek nem lenne joga berúgni, mert ugyanolyan joga van, mint egy palinál, de hogy mégis a nőnél tudod azt, hogy Jézusom, mennyire kiábrándító. Tudod, van az a típus, aki úgy táncol, és hogy közben kicsit könnyezik, elfolyik a szemspirál, kicsit megcsúszik a póthajt, kilép a cipőjéből, tudod. Ha már ki van törve a cipőből. Igen, próbálsz a szemébe nézni, de már nem tudja tartani a szemkontaktust. Uh-huh. Ez pasinál is nagyon kiábrándító. És a legutóbbi vétézés után a szoknya fel van akadva a bugyjába. Igen, és látod, hogy az egész nő darabokban van, és próbálod taxiba tenni, de látod, hogy nagyon kész. Ez nem igazán az a dermesztő. Pasiknak se áll jól, de nők hogy mennyire ki tudnak vetkőzni, most több alternatívája. Az agresszív raivós, a barátkozós raivós, a sírós raivós. Hát, Ferivel hoztuk egyszer, hát mi egyszer hajnali 1-től 5-ig szerettük egymást. Annyira szeretlek, megmondom őszintén, hogy... A hidegrázettől a típustól. Én megmondom, a hidegrázettől. Ha olyan szintre iszod magad, ez a legjobb. Gyönyörűen mentünk párhuzamosan, ti lemaradtatok, mert ez az ominózus koncert volt. Ezen ott voltatok a klubkoncerten, igen. Mindannyian is ti elléptetek, és mi a Tibivel tovább tudtuk. Mert a Lacivel én még emlékszem. A Laci, mint egy ilyen búthaj. Így ült így, és elő, és így ne. Csak mosolygott. És rettenetesen mosolygott, és bármit mondtál neki, csak mosolygott tovább, és csak néha bólogatott hozzá. De ez a két legcukibb szerint. Én azt a típus jobban kedvelem. Igen. A búthára is kommunikáció. Igen. Hogy mit csináltunk a felőzőben? Annyira megmondom őszintén, annyira szeretlek. De jönni kellett volna velünk. Figyelj, meglásd, legközelebb így csináljuk. Én megmondom neked őszintén, olyan pillanat, nagyon jó fej volt. Én az ilyen beszélgetéseket 2 perc után hagyom. 4 órán keresztül csináltuk. Örjöngjünk, rúgjunk be, röhögjünk, szaladjunk mesztelenül a blahán, de ez a két ember könyököl és mondja, hogy én szeretem, jobban szeretem, én jobban szeretem. Hát nem mondtunk, hogy jobban belül felállok, nem bírom. És akkor megvilágosodnak. Például, amikor kint voltunk Afrikában, egyik kolléganővel voltunk át, hát ugye többen voltunk át a szemben lévő kaszinóban, és én játszottam. És oda jött a kolléganő, és fekete, rock and roll, fekete. És már látod, hogy igen, nem szomjas. És tudod, amikor már elment már, hogy hívják, 300 a helyi valutába, akkor már mondtad neki, hogy menj már át egy másik asztalhoz, ott kibiceljél légy részegen, tudod? Na, karaoke a céges bulin? Finom? Hát... Szágulás, bocs, szerelem. Én ott remek közönség vagyok. Tehát én gátlásosabb vagyok annál, és nem tudok annyira berúgni, hogy felmenjek karaoke-zni, de ha valaki csinálja, azon sírok. Tehát én azt nagyon kedvelem, nem megyek énekelni, de nagyon bírom. Hát a Viki az egy ilyen karaoke-buli lelögdös. Tehát én konkrétan voltam a Vikivel karaoke-zni, lelögdösi az embereket. Tudom, a szépen. Figyeld, de a következő, figyeljetek, most én jövök. Fölmegy és lelögdösi az embereket a színpadról. És nem tudod kivenni a kezéből a mikrofon, már ennek a típusnak, nem a Viki, nem tudod kivenni, elhiszi, hogy baromi jól énekel.
mindent énekel. És mindent énekel, és nem tud énekelni. Ugye? Ez a típus. Szegulás, Porsche, szerelem, mondom. És most? Mi vagyunk a rock, mi vagyunk a szél, kérdettek bármit. Legyen szépen. Valami peszkés, legyen imád, valami mozgás. Nézni imádom, de nem bírom. Igen. Na, a karaoke az gondolom ugyanez, de a másik, a kedvenc, még csak a részek típusra visszautalva, hogy a legnagyobb az, aki bizonygatja, hogy most én nem vagyok beruházva, én nem vagyok részeg. Végig még itt az egység van. Most azért nem vagyok részeg, ne bezzégy be, én nem vagyok részeg. Ez a típus, igen. Ennek a folytatása az, hogy elkezd egyre agresszívebb lenni. Ugye van az a, én nem vagyok részeg, és utána, de azt mondja, hogy figyelj, be vagy rúgó, hogy bejtök, hogy én vagyok a részeg. És utána elindul a veszekedés, és ebből a típusból lesz aztán az agresszív típus, aki annyira berág, hogy te megbántod azzal, hogy szerintem részeg vagy, ülj be egy taxiba, hogy aztán elindul az agresszíveskedés, tudod? Ennek ez a folytatása az ilyen típusnak, aki nem hiszi el, hogy részeg. És lezárásaképp a témának állítok, még az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor távozol a buliról. Én mindig feszengek ettől, mert általában, hogy kedved hamar támadna lelépni, nem? Tehát, hogy elmondják a beszédet, ették két kaszinótojást, azt húzzunk a büdös búcsba, nem? De mire vársz? De ott kell maradni, mert én ezt csinálom. Hát így maradgatunk azért, nem? Tehát, hogy igen, még nem tudom, feszelsz, kicsit körbemész, mert azt hiszed, hogy ez a dolgod. Olyan emberekkel, akikkel egész évben együtt voltál, próbálsz új témákat találni, nem tudom, hogy akkor ez elég nyomorú túl, hogy néhányan jönnek. Hát de nem. De hogy ilyenkor... Te akkor mész, ha tudtál kaját csomagolni. Ja, addig nem. Az is igaz. Így van. Addig nem mész sehova. Találtam egy jó műanyag dobozt a kaszinókajásoknak, és nem nyomódik benne össze. Ha van sülpadlizsánod, te akkor mész. Addig toporozik, de addig nem mész sehova, ismerlek. Nektek mi a lelépési stratégiátok ilyen céges bulikról? Tehát, hogy a gyerek mi a... Nem tudom, tehát, hogy próbáltok így... Én veszik orsan. Észre, ha már nem vagyok ott, úgyhogy tök mindegy. Én ettől például egyáltalán nem feszengek. Én igen. Megyek, hogy kész. És még nagyon hangosan körbe is köszönöm. A gyerekekre szoktál hivatkozni? Igen, igen, hogy megyek, otthon vár a gyerek. Igen, meg a félbolondok várnak valami tájszigeten. Két-három félbolond. Mennem kell valami fotózásra valami félbolondhoz. De miért félbolond? Ezt egyszerűen nem értem. Mindegy, csak azért mielőtt tovább félbolondoztok. Mert nem tudja, hogy mire megy ki a játék. Az más, nem. Az más. Az nem félbolond, csak naív. Félve kérdezem, hogy ezért rengeteg mindenért, az utazásért, az érintős kesztyűért, a piszoárokért és a céges bulik teljes átvilágításért jogos-e a tass és a sikoly? Az utazásban rohadjál meg, kasza, ugye? Ott azt szoktuk... Ja, azt majd nyomjuk, a rohadjál meg. Azt januárra bekészítjük, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.